Sziasztok, fiúk és lányok! Én Turbo vagyok. Egy pár mondatban szeretnék veletek azzal kapcsolatban beszélni, hogy konkrétan letaglóztatok. Az elmúlt pár napban nem néztem a leveleimet, mert elég sok dolgom volt. De így feltornyosodtak, és legalább egy ilyen 70-re kellett egy ültőhelyemre válaszolni. És olyan leveleket kaptam, gyerekek, hogy nagyon szívhez szólóak voltak. Volt egy pár, aminél még bunkónak is érzem magam azzal kapcsolatban, hogy sajnos nem tudtam eleget tenni a kérésének, de egyszerűen ez felfoghatatlan, hogy ez milyen durva. Srácok, én konkrétan soha az életben nem kaptam ilyen szívhez szóló leveleket, mint az utóbbi pár hétben. Egyszerűen várj, ezt le is veszem, mert csak hogy most fejeztem be a videó, most a szövegek nézését, és egyszerűen le vagyok taglózva, srácok, fiúk, lányok, mindenki. Kaptam egy olyan levelet, nem fogok neveket mondani, nem fogom felolvasni a leveleket. Kaptam egy olyan levelet egy édesapától, aki a fiával együtt néz, de a fia azért az sűrűbben, mint az édesapa. És egy nagyon hosszú szöveget írt nekem azzal kapcsolatban, hogy nagyon szeretik a videóimat, örülnek neki, hogy a fia engem néz, hogy egy olyan példa legyen előtte, amit jó követni. És hogy megtenném-e nekik azt, hogy esetleg felveszem a fiát, és esetleg játszok vele néha, vagy bármiféle ilyesmi. Itt sajnos annyit kellett rámondanom, azon kívül, hogy amikor ezt olvastam, nagyon közel voltam ahhoz, hogy bebőgjek, de erre sajnos nemet kellett mondanom, mint ahogy minden ilyen fajta dologra, mert egyszerűen nem ülök itt annyit a gép előtt ilyen céllal, hogy bárkivel is tudjak tartósan foglalkozni, vagy igaz, és nagyon sok levelet kapok ezzel kapcsolatban, és nem akarok senkivel se kivételezni, srácok. De ez olyan szívhez szóló levél volt, amit életem végig nem fogok elfelejteni. Ezúton is köszönöm szépen az édesapától, illetve a fiának, meg nagyon-nagyon nagy szerencséje van, hogy ilyen édesapja van. Azon felül kaptam egy női nézőmtől egy olyan levelet, hogy ha majd egyszer az ő városában járok, akkor fussunk össze mindenféleképpen, mert szeretne egy közös képet. Azon felül, hogy jó, hogy megtudta, hogy az osztályban más is néz engem, és akkor ők így ketten csináltak egy képet, egy ilyen tisztelgéses dolgot. Ezt nem mutatom meg, ezt nem is posztolom ki sehova, mert hát nem tudom, hogy ezt ki lehet, de nagyon jól esett, köszönöm szépen ezúton is. Mert levélben már amúgy erre válaszoltam, csak hát azért még egyszer hozzá kell tennem, hogy ez nagyon jól esett. Azon felül, gyerekek, jött egy olyan levél, hogy úgy szinte egy apától, hogy ő néz engem, és próbál jó példát tanítani a fiának is, hogy a vlogjaimat nézeti a fiával, és hogy jó példa legyen előtte, ezért engem mutat be. És ez ilyen, gyerekek, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Volt egy olyan levél is, amiben megkértek, hogy az egyik ismerőse, első osztályos, festett egy képet a Tisza tóról, nem tudom, már valamilyen tóról készített egy képet, be is linkelte nekem, és hogy osszam meg ilyenek. Nagyon aranyosan megírta, de tényleg. De erre megint csak annyit tudok mondani, hogy bocsánat, nagyon sok levelet kapok ezzel kapcsolatban, hogy ezt meg ezt osszam meg. De erre egyszerűen csak annyit tudok válaszolni, hogy bocsássatok meg, de erre nem tudok mit reagálni. Nem oszthatok meg mindent, amit a nézőim szeretnének, mert akkor konkrétan egy hirdető fal lenne a Facebookon. És ezért elnézést kérek, ezt tényleg így akkor mindenkinek szeretném mondani, hogy ez... Ezeknek nem tudok eleget tenni, elnézést. Én
privátként rálájkoltam, ezzel nincsen baj, de a falamon nem tudom megosztani, elnézést. És gyerekek, konkrétan így... Csak most fogom föl, hogy milyen nézőközönségem van. Hogy egyszerűen... Hogy egyszerűen olyan emberek vesznek engem körül, idézőjelbe rakva a YouTube-on keresztül, hogy... Életem legjobb döntése volt, hogy belekezdtem a YouTube-ba. Maradjunk ebbe. És ez az a fajta dolog, amikor így nem jutok szóhoz. Ilyen letettem az állkapcsom az asztalra, de tényleg letettem a hajam a földre. Szó szerint. Ez durva, srácok. Ez durva. Nagyon-nagyon szépen köszönök mindenfajta ilyen levelet. A minap már azzal is megkerestek, hogy mondjam meg a címemet, hogy szeretnék postán küldeni valamit. Srácok, mi ez? Mi ez? Nagyon durva. Borzasztó, borzasztó. Azon felül, ugye kikerült a 444.hu-nak az oldalára egy olyan videó, hogy a magyar videósokról beszélgetnek, és szinte mindenkit végfikáznak. De én voltam az, akinek szó szerint ki lett jelentve, hogy ilyen az, amikor valakinek sikerül a YouTube. Be volt vágva a videóm, és ez pont egy olyan videó volt, hogy a 2400 feliratkozót éppen megköszönöm, és én rájöttem, hogy én ugyanolyan vagyok, mint akkor ezzel kapcsolatban. Mint ember is tök ugyanaz vagyok. És a mai napig, így 18.000 plusz fölött is ugyanolyan eufóriát érzek, mint akkor. És ez durva. Ez nagyon durva. Egyszerűen én soha nem hittem azt, hogy olyan... Ezt hogy mondjam el? Hogy a vadidegenek által leszek feltöltődve. Értitek? Hogy olyan emberek által, akikkel a életben nem találkoztam, de gyerekek, olyan leveleket kaptam most, hogy az a baj, hogy nagyon sokat elmondani, csak annyi személyes dolog volt benne, és nem akarom, hogy senki se érezze magát kellemetlenül, és ezért inkább ezt nem mondom, de csak annyit tudok rá reagálni, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, de tényleg, egyszerűen fantasztikus, és ez durva, gyerekek. Ez nagyon durva. Nagyon-nagyon szépen köszönöm minden egyes embernek, aki ír. És itt persze nem azt mondom, hogy mindenki csak pozitívat ír, mert valaki elküld a halál fenéjére, de nagyon durva. Nagyon durva. Nagyon kemény. Na mindegy, nem húzom tovább az időtöket, csak ezt muszáj volt kimondanom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, köszönöm szépen a 18.000 feliratkozót, köszönöm szépen mindenkinek, aki lelket önt belém, már ha ilyenre szükségem van, már pedig miért lenne szükségem, főleg így mostanság, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ti vagytok nekem. Ez mindennél többet jelent nekem. Köszönöm szépen. És az elmaradhatatlan elköszönésem. Sziasztok! Tényleg köszönöm szépen.